minket összeköt. Ennek a rengeteg emléket, esemény sorozatai, több sorozatok tömkeleget, ezt nem könnyű szavakba önteni. Szóval így tévláboltam magammal, hogy most hogy fogjak ennek az egésznek neki, hol kezdjem el. Aztán, ahogy vakáltam a számítógépemen, egyszer csak megláttam egy 2 perces kis filmecskét. És a következő történt a filmen. Egy vakkacsa mama 10-12 kiskacsát egy hidon a forgalom kellős közepén feltartott fejjel vezetett keresztbe. A forgalom leállt, mindenki őket nézte. A vakkacsa mama átment a kicsinyeivel a hidon, keresztül az úton, átült a korlátot, a gondolkodás nélkül a híd széléről levetette magát a mélybe a folyóba, magával rántva a kiskacsátot. Akik még szerintem nem repültek soha életükre. 2 darab kiskacsa lemaradt. Mert mindig vannak lemaradó bambák, akik ugye, vagy csak elgondolkodnak. És kétségbe esetten futkosott a híd szélén. A kacsa mama a gyerekekkel, akik már lent voltak, nem ment el. Körbe-körbe úszott. És hívta, addig hívta, parancsolta ezt a 2 kiskacsát, míg a végén ez a 2 kiskacsa magától levetette magát a mélybe, és a kiskacsa család boldogan köré gyűlt a mama köré elúszott. Ez a szimbolikus jelenet aztán átsegített engem ezen a toporgáson, és milyen dolgok jutnak eszébe ilyenkor az embernek, hogy ugye portré. Az ember néz egy plakátot, amin van egy portré, akkor távolról, ugye ahogy a Szilvi munkájáról is Gita néni beszélt, távolról olyan egyértelműnek tűnik ez a portré. De ha ez egy poszter, és megyünk közelebb, minél közelebb, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy ez a egyértelmű kép szétesik, apró pici pontokra. Ezt rasternak hívja a nyomda. No, hát én úgy döntöttem, hogy én is ilyen szellemi pontokból, foltokból fogom felépíteni a mondandómat. De hát, hogy is kezdjük el? Még mindig nem tudtam a formát. Így aztán csak ki sikeredett valami, mert úgy döntöttem, hogy hát írok én egy levelet a Gitanének. Egy nyilvános levelet, amit most felolvasom. Drága Gitanének, elnézést, hogy levelemmel zavarlak, de régóta foglalkoztat a gondolat, hogy ki is vagy te tulajdonképpen. Ahogy ezen gondolkodtam, ezek a sorok jutottak eszembe. Egyszer elkezdtem rajzolni, és rám szólt a mester, most hagyd abba. Nem tettem. Most már bánom. Tovább folytattam, rajzoltam. Aztán rám szólt a kezem is, hagyd abba, abba hagytam. Most már bánom. Giorgio Vasari, a reneszánszkor krónikása, aki festő és építész is volt mellesleg, mint tudjuk, ezt írja. Michelangelo haragra gerjedt és kizavarta a belopakodó ifjú Raffaellót a Sixtus kápolnából, amikor meglátta, hogy lesírt munkaközben. Hát nem volt egy pedagógus típus, de megértem. Hogy én az vagyok-e, azt nem tudom. De azt vallom én is, amit egyszer Szász Endre mondott nekem, hogy az, hogy hogyan alkot az ember, a módszerbeli kérdés. Van, aki odáll a vászon elé, fogalma sincs, mi lesz a vége, de addig gyűri, míg kisikeredik valami. Én tudom, mit akarok, és percek alatt megcsinálom, mert 40 évig rajzoltam és megtanultam a szakmát. Mindig a végeredmény a fontos, ami megmarad. Te mi vagy? Minek tartod magad? Kérdezted. Dadogva nyögtem ki, hogy hát grafikus, bár most a reklám szakmát tanulom. Akkor grafikus vagy, ha annak tartod magad, és hiszel is benne. Meg ha beleteszed a munkát. Ilyen egyszerű lenne. Egy biztos, abban én sem hiszek,
amit néha olvasok hirdetéseknél, hogy egy hét alatt megtanítanak majd rajzolni valakit. Egy igazini születéséhez mi kell? Adottság, amivel születünk, tehetség, amit egy jó mester meg is lát a tanítványaiban, ahogy Vita néni, te is teszed ezt. Kell inspiráció, nyitottság és még valami, talán a legfontosabb, ma már tudom, sok-sok manuális munka, gyakorlás, amivel létre tudjuk hozni a művet. Magától még egy gyerek se születik, nemhogy alkotás. Hogy kellő szintre csiszoljuk tudásunkat, ahhoz meg sajnos, nem sajnos, kitartás szükségelteti. Az igazi érték mértéke az idő. Ha ezt elmondod egy gyereknek, már nem biztos, hogy művész akar lenni. Pedig hányszor mondtad te is. És ez érvényes mindenhol az életben. Ez az élet realitása. Te aztán igazán tudod, hiszen mindig megteremtetted a lehető legjobb feltételeket hozzá nekünk, eszközök beszerzésével, hol időt nem kimérve, lehetőségek megteremtésével, hol rajzszakörökben, hol táborokban inspiráltál arra, hogy szárnyainkat próbálgathassuk. Mindez sok-sok szeretetteljes figyelemmel felügyelve, és ezt most számon is kérem tőle. Nem baj, legalább törődik velünk megint valami. Pontosan tisztában vagy az alkotói magány kínjaival, és ugyanakkor egyben felemelő semmihez nem hasonlítható katarzisával is. Egyszer megkérdezte a nevelt lányom, hogy hogyan kell szépen rajzolni. Mit mondhattam? Tedd le a ceruzát a papírra, és várj meg, míg a föld megmozdul alatta. És ez nem megy már a holnapra. Mert aki hétközben csak firkál, az hétvégén se tud majd rajzolni. Hogy alattam mikor mozdult meg a föld, nem tudom. De egy biztos, 10 éves koromban igen felgyorsult ez a mozgás, amikor telettél a rajztanárom. Ennek immáron 53 éve. Tanítványai közül még meg se születtek sokan, és milyen érdekes, hogy ugyanazt kapták tőled, amit később én. Mert azt hiszem, akkor kaptam el ezt a betegséget tőled, hogyha véleményem van a világról, rögzítsem is valahogy. És ez eléggé inspiráló tényező is lett egy életre számomra. Mert a szó elszáll, a rajz megmarad. A te mondásod az is, hogy az ember bizonyos kor után már nem változik, nem lesz jó. Kemény, de van benne valami. Persze az ember könnyen megfertőződik, ha van rá hajlam is. Hogy én mennyire vagyok jó, nem tudom, de már én sem leszek jó. Látni pontban. Hogy vannak-e véletlenek, azt sem tudom biztosan, de ebben eléggé kétkedő vagyok. Kettőnk életútjainak meccéspontjait számolgattam, és fura dolgokra lettem figyelmes. Ahol én születtem, az Szeged, ahol te főiskolára jöttem. Első szakmám nyomdász, neked szintén. Sőt, ugyanaz volt a mesterünk is, hiszen ugyanoda jártam én is. Engem 10 éves koromban hoztak Pest-Lőrincre, szüleim, te itt születtél és élet alkotó élet. Sorolhatnám a sok közös ismerős barátot is, élvének sokaságát, ami szintén nem véletlen. Például sosem felejtem el, mikor egy rajzszakkörbe jártunk a régi Pataki Művelődési Házban, én már gimisként, Vita néni meg akkor készült a Képzőművészeti Főiskolára, és egymás mellett ültünk, a tanárom meg én, egy rajzszakkörben, mert ott volt modell, meg akt, és fantasztikus élmény volt. Gubálozai mondás mondjam. Láthattam, hogy megéled a boldog pillanatot, hogy anya lettél, majd nagymama. Te is ott voltál, amikor megszületett első önálló kiállítása. Nem vagyok benne biztos, de talán Gorkinak tulajdonított a mondás, hogy aki rajzolni tud, az mélyebben lát a világban. Hogy ez jó-e, azt ma sem tudom biztosan, de azt tudom, hogy kétféle ember van, a látó és a néző. A néző kifelé csak néz és ritkán lát. A látó befelé néz, de mindent meglát még kifelé is. Ha valamit megtanultam gyerekként erről, azt neked köszönhetem. Ma is felteszem még sokszor a kérdést magamban, akár művelődés szervezőként is, hogy miért alkot az ember ebben a rohanó világban, ha megélni nem tud belőle, rengeteg energiával, és nem kevés költségbe kerül egy-egy kiállítás megszervezése, könyvkiadása, vagy zenemű létrehozása, nem beszélve a filmekről.
Érdekes. A pszichológusok is a rajzokból állapítanak meg róla dolgokat, amit sokszor jobb, ha nem tud meg az ember, szokták mondani. Van benne valami. Igen, minden alkotásunk rólunk valannak, aki látó ember. Ez bizony nagy felelősség is egyben, mert formáljuk vele a környezetünket mi is, de vállalni kell ezt a felelősséget, ami nem mindig könnyű, mert a művész a társadalom szeizmográf műszereiségben. Nem könnyű a kritikát elviselni sokszor, de aki őszintén vállalja önmagát, az túléli és előre is lép előbe. Azt már tudom, hogy a sznob nem kritizál, mert nincs elég tudása hozzá, csak véleményez. Neki csak tetszik, amit néz, de nem látja a lényeget. Igaz, hogy neki van pénze. Episztétosz, a rabszolga filozófus mondta, nem a tények zavarják az embert, hanem a tényekről alkotott vélemények. Igen. A tényekkel már nem igen lehet mit kezdeni. A hozzáértő bírálatot mindig hallgass meg, aztán már az tény, hogy rajtad áll vagy bukik, hogy megfogadod-e, vagy vitába szállsz vele. Ezt is mestereimtől tanultam, akik közül Gitanin, te voltál az első. Köszönöm neked a bölcsútmutatást. Az iskolában is kétféle ember dolgozik, a tanár és a pedagógus, akiből már egyre kevesebb van sajnos. A tanár megtanítja a tanultakat, majd ha csengetnek, összecsukja az osztálykönyvet és elhagyja a diákait. A pedagógus meg olyan úgy oktat, hogy kedvet csinál a dolgokhoz, oly módon, hogy példát mutat, és elkíséri a diákot az ajtókig, és ez óriási különbség. Te már csak ilyen vagy. Kísérsz még mindig bennünket példamutató alkotóművészként és megértő, törődő emberként. Művészként a kimunkált szakmai alaposságoddal inspirálsz, ahogy az emberi mélységekre és a természet csodáira irányított képeiddel figyelmünket. Elképesztő mindig kitartó precizitásod, ahogy műveidet létrehozott, sok-sok kitartó munkában. A linómetszés technikája nem enged kapkodást. Mert az elrontott sablon nem lehet összeragasztani, tordozgatni úgy, hogy az a nyomaton ne látszódjon meg. De a kéz is megsírni ám, ha nem tudja oda az ember. Gyerekként tőle tanultam meg a sokszorosító grafikai technikát, és tudtam meg, hogy a művészetnek van története is. Ma már tudom, hogy van történelme is. A művek az adott kor pillanatainak lenyomatai, láncszemei, amiből az erre hivatott történészek láncot kovácsolnak a korok között. Hauser Arnold például rájött, hogy nem különülnek el a művészeti korok, hisz a manierizmus összeköti őket. Az átmenet művészete, mondja. Ezért tartja Michelangelo-t az első manieristának, aki szétrobbantotta a reneszánsz képrögzítési hagyományát, a horizontra rögzített kétpontú perspektíva szemlélet szigorát. Lásd a Sixtus kápolna utolsó ítéletét. Átvezetve bennünket a barokk topzódó világába. De utalhatnék a márványtömbökben előtörő félikész alakjaira és drámai piétáira, amik a mai szobrászokban is, akármi modern művészet megállják a végén. Italénia, ha te nem vered annak idején az áradató geometriát a fejembe, ezt még ma sem érted. De a kubisták is elkergetnének a pályáról, nem beszélve Málévics üres fehér és fekete vásznáról. Rájöttem, hogy te is egy manierista mester vagy. Mert pedagógusi munkásságoddal korosztályokat kötsz össze. Én azt szoktam mondani, hogy a művész egy olyan kőműves, aki a társadalomon keletkezett réseket tölti ki alkotásaival, és így a társadalom kötőanyagává válik. Egy kiállítás, alkotás összehozza a különböző nézetű embereket is. Kedves Gitanin, te emberként megértő bölcsességeiddel követsz bennünket úgy, hogy előttünk jársz, mint az a vadkacsa mama a kölykeiben. Idegen vezetőnek sem akármilyen vagy, mert bejárva Európát tanítványok százalék kalauzoltak el a művészet templomaiba, ahol a valóság alcúrügyi bizonyéja az ember. Én Firenzébe Botticelli termében és a Medici kápolnában értem meg a katartikus élményt, hogy milyen az, ha az emberrel megáll az idő. De mondhatnám Dél-Franciaországot, Picasso házát, ahol eszembe jutott az, amit szobrászmesterem Szedekényi Attila mondogatott nekem. Ha el akarod veszíteni az önbizalmadat, menj el fiam Olaszországon.
vagy bárhova a világban, hogy lásd az eredetit. Hát igen, ilyenkor átformálódik kicsit az önbizalom, és te tudtad ezt kitalálni. Ezért vittél el bennünket hozzájuk, hogy szűküljön kicsit az a nagy mellénk rajtunkban, amikor voltunk néha. Nem véletlen, hogy az egyik képem a francia nyár, amely közösítünk emlékéről született. De mi tudjuk, hogy mennyire szerény vagy, és szűkszavú. Humoroddal vigasztalsz is, ha kell, szóval hál' Istennek kikerülhetetlen vagy számunkra mégis. Tudom, hogy most mosolyogsz, és azt is tudom, mert ismerlek. Azért van benned egy nagy adag jogos büszkeség is, hiszen rafinált ötlettel rángattál be bennünket, hogy számadást adjunk tudásunkról, amit ezúton is, amit ezen az úton szereztünk, amelyen te indítottál el bennünket. Igen, ez a kiállítás egy több évtizedes életmű is egyben. A te mesteri életműved, sikered, melynek részesei lehetünk mi is, ami szavakra nehéz megköszönni neked. Köszönjük, hogy nem kergettél ki a templomodból annak idején, hanem bevezettél a művészet szépségeidre, ami által néha részese lehetünk, akár sikereknek nincs az életünk. És ez felemelő érzés. A művész az alkotó pihen, írja Madács az ember tragédiájáról. Ha ismernek téged, biztos módosítanak sorokat. Hál' Isten, te még dolgozol, alkotsz most is. És valóban tragédia lenne, ha nem így lenne. Alkotsz, oktatsz, nevelsz, és példamutatod életeddel, az élet egyáltalán nem könnyű, de szebbik felére irányított tanítványai tekintetét most is. A fizika törvényszerűsége szerint a befektetett energia mindig megtérül, hiszen nem részve. Remélem, ezt te is látod most. Tiszta szívemről kívánom, hogy adjon még sok-sok erőt, egészséget, az élet és a Jóisten neked, hogy folytatást, nagyszerű és példamutató munkát. Budapest 2018, 18. másodikat, aláírás, úgy György, legyékedni, hálástalan. Higgyétek, hogy én találtam fel a spanyol viaszt. Elhoztam egy gombolat. 1999. december 20-a aláírás Erdőd bácsi. Kedves Vita, kedves sorait örömmel és meghatottan olvastam, mert maguk számomra azok a támpontok, amik belső világomnak, emberi létem,